Körülbelül 6 éves koromban Ausztriában, Práterben voltunk kint családdal, és először nem akartam fölülni, az egész család azon dolgozott, hogy valahogy meggyőzzön, hogy fölüljek a lóra, és onnantól kezdve, hogy fölültem, nem akartam leszállni róla, és semmilyen játék nem érdekelt, semmi nem érdekelt a lovakon kívül, és körülbelül azóta tart ez. Először én sem tartoztam a legfinomabb lovasok közé, míg nem vásároltam egy olyan lovat magamnak, amit nem tudtam kezelni a klasszikus módszerekkel, és elkezdtem tanulmányozni a természetes lovasoknak a módszereit. Évekig tanulmányoztam az összes a nagy nevet, aki ebbe számít, és valami még hiányzott nekem. Utána elkezdtem kutatni az emberi elmét, különböző kísérletekkel levetíteni a lovaknál, míg nem egy csomó olyan dologra jöttem rá, ami eddig még hiányzott a lóki képzés palettájáról. Egy hiány, egy űrt töltöttem be ezzel a freehorse-tájjal. Rájöttem, hogy hogyan működik a ló elméje, és hogy kell hatékonyan úgy képezni őket, hogy mellette ők is szabadok maradhassanak, teljes partnerséggel dolgozzanak velünk, és a legnagyobb harmóniával. Utána dolgoztam különböző kategóriájú lovakkal, hobbi lovaktól kezdve sportlovakig, még a fogat sportba is, és rájöttem, hogy ez mindenhol így működik. Minden a lónál körülbelül így kell ezt csinálni. A szabadon idomítás és a freehorse-táj közötti különbség nagyjából annyi, hogy a szabadon idomításnál az is elfogadható, hogyha a lovak egész életükben egy arénába dolgoznak, és maga a feladatok végrehajtása a legfontosabb dolog, nem maga a partneri viszony. Nálam a freehorse-tájnál, a szabaddá tanításnál az a legfontosabb, hogy a lehető legmagasabb szintű partnerséget építsük ki a lovas és ló között, és ez ne csak egy arénába, és ne csak egy zárt helyen legyen kivitelezhető, hanem akár a szabadon, a szabadba, bármilyen körülmények között. És amit még nagyon fontosnak tartok, nálam az sem jelent problémát, hogyha valaki kötőfékkel vagy zablával lovagolja a lovát, mert a legeslegfontosabb, ami számít, az az, hogy abba a keretbe érje el a legnagyobb szabadságot, ami lehetséges, és a legnagyobb partnerséget. A freehorse-táj az egész világon egyedülálló, teljesen más rendszerre épül. A legfontosabb különbség, hogy a gyakorlati rész mellé nagyon sok elméleti dolgot fejlesztettem ki, amit a lovasnak tudnia kell lovával kapcsolatban. Általában a kurzusok gyakorlatról szoktak csak szólni. Az én kurzusaimban nagyon nagy szerepet kap az elmélet is, amit minden lovasnak ismernie kell a lovakkal kapcsolatban. Fellépéseimen sokszor egy-két éves csíkokkal is fellépek. Sokan úgy gondolják, hogy nagyon nagy munka ilyen szintre képezni egy lovat, és avval szeretném leginkább bebizonyítani, hogy én egy-két éves csíkokkal is megcsinálom ezt, nagyon kevés foglalkozás után. Ebben a rendszerben nagyon fiatal lovakkal dolgozok, sokszor születésük pillanatától, de bármilyen korosztállyal el lehet kezdeni. Evel is szeretném bizonyítani, hogy milyen rövid idő alatt lehet elérni magas szintű eredményt ennek a rendszernek a segítségével.
Több lóval foglalkozok egyszerre, a saját lovaimmal és akik kiképzésre érkeznek hozzám. A rekordot igazából én csak bizonyítéknak szántam a technológiám helyességére, hogy be tudjam bizonyítani az embereknek, hogy nincsen szükségem zárt helyre, hogy a lovat bármilyen körülmények között és bármilyen szituációban partnerséggel lovagoljam, vagy akár szabadon körülöttem legyen. A lovon a felszerelés csak egy nyereg volt, hogy a hosszú táv miatt a háta védelmét szolgálja. A lovon se kantár, se kötőfék, semmilyen irányító eszköz nem volt. 40 kilométeres távot tettem meg, keresztül lovagoltam és futottam a Pilist, amiben 20 kilométert futottam a ló mellett, és a ló mindenféle kötelezettség nélkül jött velem szabadon, mindenféle zavaró körülmények között. Több kilométert lovagoltam a forgalmas főúton, keresztül lovagoltam egy településen, annak mindenféle zajával, zavaró tényezőjével. A lovam jött velem, és nem volt másik ló a környezetünkben, direkt azért, hogy a megkérdőjelezhetetlen legyen ez, hogy egyedül, idegen helyen, bármilyen körülmények között a partnerként minden utasításomat és minden kérésemet megtegye. Ez a rekord minden lovas számára nagyon veszélyesnek tűnhet, mivel minden olyan zavaró tényező felmerült ezen a 40 kilométeren, ami a lovasoknak a legnagyobb veszélyforrás lehetne. Itt a faluba történő mindenféle hétköznapi zajok, zavaró tényezők, autók, nagyon komoly baleset is történhet egy ilyen rekordfelállítása alatt. Én egyáltalán nem tartom veszélyesnek, mivel ezzel a rendszerrel kiképzett lovak bármilyen körülmények között szabadon dolgoznak a gazdájukkal. Legyen szó sportról, hobbiról, vagy a lovasság bármelyik területéről. A világ egyre inkább az erőszakmentes kiképzés irányába fordult. Úgy gondolom, hogy szakágaktól függetlenül mindenkinek meg kéne ismernie a free horse-tájban rejlő lehetőségeket. A lovak egy kisemmizett törökösök. A történelem folyamán mindig mellettünk voltak. Jóba, rosszba, háborúba, békébe. Ha csatába mentek az emberek, vagy földet kellett művelni, ha esküvő volt, ha vándoroltak mindig. És az őseink megígérték nekik, hogy a jobb életük lesz, hogyha a sok nehéz helyzetből kiszedik őket. És úgy gondolom, hogy a mai napig nem kapták meg azt az örökséget, amit megígértek nekik. Az előadásaim azt a harmóniát és szabadságot mutatják meg, amivel a lovaimmal bárhol, bármilyen körülmények között együtt tudok dolgozni. Az általam kifejlesztett free horse style technikája segíti ezt a kapcsolatot megszilárdítani, felépíteni, bármilyen sportágról vagy hobbiról legyen szó. Hogy mi inspirál? Ez a harmónia. Nézz körül!